Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a három kérdőjeles jóslás. Mi az ön gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ön gondolata, mi az ön terve. Ez a torony lehet nála egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, és ezen a területen megjelenik a felhő, tehát itt valami átláthatatlannak tűnik számára. Ez a torony jelentheti azt is, hogy úgy érzi magát, hogy benne van ebben a toronyban, és ez olyan, mint egy labirintus, keres egy kiutat, keres egy megoldást, de nem tudja, hogyan tovább, mert ez a kiút itt még átláthatatlan. Ott van a felhő, ez olyan, mint egy fátyol, nem látja tisztán a dolgokat. Hogyan érzi magát? Ez a könyv jelentheti az ő tudását, vagy egy továbbképzést is, és itt tisztázni akarja ezt a témát. Azon kívül ez a könyv jelentheti az ő nyitottságát, hiszen ez a könyv nyitott. És a lilium virág azt jelenti, hogy ő akarja tisztázni a dolgokat. Akkor is, ha tudatában van azzal, hogy még valami átláthatatlan, de megvan ez a belső igény arra, hogy meglegyen a nyitottság, hogy tisztázni tudjatok egymással valamit. Amit ez a kártya még jelent, ez a lilium virág, a szexuális témákat. Ő úgy érzi, hogy erről kellene nyitottan beszélni, de fogva érzi magát a toronyban, és nem tudja, hogyan tudná ezt kifejezni. Mert nem akarja, hogy félreértések legyenek. És mit fog tenni? Itt látható ez a medve, és ez jelenti az ő erejét. És ezt kimutatja. Azon kívül itt megjelenik a nap, tehát nyíltan fog beszélni arról, amit tulajdonképpen közölni szeretne veled. Sőt, a nap azt is jelentheti, hogy megbízhatsz a szavaiban. Nyitott lesz, tisztázni akar veled valamit, kimutatja az erejét, és itt látható ez a nyitottság, azt is jelenti ez a nap, hogy látni akar téged, mert megvan a vonzalom kettőtök között. Mi köt össze benneteket? A halak jelenthetnek anyagi témákat is, de jelentik az értékeket, hogy te értékes vagy számára, és ő is értékes számodra. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!